Egy hosszabb pihenő után Kelemen Balázs újra a kötelek közé lép. Ezúttal szentesen bizonyíthat. Kelemen Balázs kontra Pintje Szabolcs. Egy mérkőzés, ami nem vérre megy. Egy mérkőzés, aminek a tétje nem kicsi. Mégsem jár érte érem, bajnoki öv vagy jutalom, mivel ez egy edzőmérkőzés. Egy találkozó, amivel Kelemen Balázs a soron következő összecsapására készül. A rögtönzött találkozóra a Kőbánya Box klubban került sor, hiszen javában tart a felkészülési időszak. Ez már a véghajrá. Szeptember 19-én lesz egy boxmérkőzés és az első Feraboxos gála a nyári szünet után. Elvileg egy grúz fiúval fogok boxolni, és elvileg 6 menetet. Már végül is a véghajrá vagyunk, hiszen múlt hét is végsparingoltunk, ez a hét is még sparingból áll, és jövő héten lesz már a, úgymond, kicsit visszapihenni és súlyhozás. Már súly problémáim nincsen, nyár már ment el a súlyom, meleg van, az ember ugye sokat iszik, nincsen nagy étvágya, úgyhogy súly közel vagyok már most is. Május 22-én boxolt utoljára, így már nagyon ki van éhezve egy igazi, vérre menő találkozóra, amire szentesen sor is kerül. Mindenképpen egy szép látványos bunyót szeretnék, és nem titkolom, hogy szeretném idő alatt befejezni a mérkőzést, bár nem erre fog törekedni, hiszen ez egy elég strapabíró fiú, hogy néztem a mérlegét, boxolt jók, a Martin Murray-vel is boxolt, és úgy tudom, hogy ő is 6 metet leboxolt. Nem egy gyenge, nem egy lebecsülendő ellenfél semmiképpen. A szeptemberi mérkőzés után egy újabb mérföldkő jöhet Balázs életében, addig azonban még sok edzés vár rá. Tehát van még az idei évben egy címmérkőzés, a négy nagy világszerzett egyikénél, hogy melyik ezt még nem árulhatom el, de mindenképpen egy vagy interkonti, vagy pedig international bajnoki jövőért fogunk szorítóba lépni. A szentesi összecsapás előtt bőven volt ideje pihenni, habár Balást ismerve nem a televíziózás és a passzív pihenés került előtérbe. Májustól augusztus elejéig csak horgáztam, bicikliztem, néha kocogtam, hogy igazából sportoltam, vagy futottam, vagy bicikliztem, de semmi boxjellegű mozgást nem végeztem, lazítottam, és nagyon sokat pecáztam. És augusztus 1-én nekiálltam a melónak, és azóta nyomom, az egy ilyen 6-7 hetes felkészülés, sem vagyok túl erre a mérkőzésre. A pihenés a jelek szerint rá is fért. Egy vidám, elszánt és bombaformában lévő Kelemen Balázs tért vissza a 2 hónapos pihenőről, aki szeptember 19-én szentesen újra szorítóba léphet.